Még jó, hogy ezek a vírusok csak kitalációk. Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 halálos, filmes vírust hoztunk el nektek. Ezen a listán a legkegyetlenebb és legparább vírusokról lesz szó, amiket filmekben láthattunk. A tévésorozatok és miniszériák most kimaradnak, de spoilerek azért lesznek. 10. A veszettségszerű vírus. REK. Egy vírus, ami az átlagembert kegyetlen gyilkossá teszi, már önmagában is rossz. Viszont, ha csapdába esel egy elzárt épületben a fertőzöttekkel, az bizony még kellemetlenebb. Amikor egy riporter, Angela Vidal és kameramenje Pablo egy csapat tűzoltót követi egy rutin hívás után, nem számítanak arra, hogy a veszettségszerű vírus áldozataival kerülnek szembe. A vírus pedig egy mutálódott enzim eredménye, és a járványt ez a spanyol found footage formátumú film fantasztikusan fenyegetően mutatja be, bocsi, elfogyott az alliteráció. A hangok, a zárt terek és a kézikamerázás azért kellően ijesztővé tették. 9. A vírus. 12 majom. Terry Gilliam sötét sci-fi egy olyan halálos vírus mutat be, ami 5 milliárd ember életébe kerül. Olyannyira erős, hogy az emberiség a föld alá kényszerül a hatása elől. Ami még rémisztőbb azaz, hogy ezt emberek állították elő és szándékosan engedték szabadjára, csak hogy megóvják a környezetet az emberektől. Bruce Willis egy elítéltet alakít, akit 2035-ből visszaküldenek az időben az 1990-es évekbe, hogy megállítsa a vírust. It's wonderful air. What's wonderful about the air, James? Very fresh. No germs. Why do you think there aren't any germs in the air? Azt gondolják, hogy ökoterroristák felelősek, akik a 12 majom serege nevet viselik, viszont ez csak félrevezetés, mert a vírus megállíthatatlan. That's where they are, the ones who did it. It's 12 monkeys. 8. A Crippin vírus. Legenda vagyok. Richard Matheson 1954-es Azonos című regénye alapján készült, és szintén egy mesterséges vírus hatását mutatja be. What the hell are you doing out here, Fred? How did you get out here? Fred, if you're real, you better tell me right now! A történet szerint ebben a posztapokaliptikus thrillerben a rák legyőzés érdekében tudósok kifejlesztenek mesterségesen egy kanyaróvírust. Viszont az nem jár sikerrel, és az emberiség 90%-a kihal, a maradék pedig emberevő mutáns kanibállá változik, akik allergiásak a napfényre. A virológus Robert nevűt Will Smith alakítja, aki az utolsó élő ember Manhattanben. A jövő kopár és túlélni nehéz, viszont remény mindig van, és nevűt nem adja fel, folyamatosan más túlélők után kutat. The cure is in a black. 7. Strickler betegség. Mimik, a Júdás faj. Guillermo del Toro sci-fi horrorja ismét ékes bizonyítéka annak, hogy mennyire nem éri meg az embereknek játszani a természettel. It couldn't have developed in a vacuum. It's part of a colony. A fertőzés Strickler betegségnek nevezték el, és csótányok terjesztik, áldozataik pedig valamilyen logika alapján csak a 10 éven aluliak. Viszont itt a gyógymód talán még a fertőzésnél is rosszabb. Hogy megszabadítsák a betegségtől Manhattant, Susan Tyler a rovartudós, akit Mira Sorvino alakít, létrehoz egy rovart, ami csótányokat öl. Működik is, csak van egy kellemetlen mellékhatás. A rovarok mutálódnak, hatalmasak lesznek és elnyerik az átalakulás és mimika képességét, majd az emberek képét veszik fel. The Judas evolved to mimic its predator. Us. 6. A majom influenza vírus, azaz az ALZ-113. A majmok bolygója, lázadás. Basszus már emberek, nem megmondtuk, hogy hagyjátok abba a vírusokkal kísérletezgetést? Ez a majmok bolygója reboot Rodman próbálkozásairól szól, hogy kifejleszten egy Alzheimer elleni gyógyszert, amit csimpánzokon tesztelnek, mielőtt elszabadul a pokol. ALZ-112. A gene therapy that allows the brain to create its own cells in order to repair itself.
Hatásos, viszont csak egy ideig. A probléma ott kezdődik, amikor egy működőképesebb, gázállagú verziója elkészül a szernek. A majmok intelligenciáját növeli, viszont az emberekre nézve halálos az ALZ-113. Gyorsan terjed és a majmok lázadásához vezet, valamint az emberiség 99%-ának kihalásához. Kellemetlen mellékhatás. Ötödik, Androméda. Az Androméda törzs. Ez a vírusszerű űrkórokozó a lehető legdurvábban végez áldozataival. A vérüket elkristályosítja a vénákban. What happened? Michael Crichton 1969-es regényen alapul a film, amiben egy csapatnyi tudós felveszi a harcot a halálos, földönkívüli mikroorganizmussal, ami lezuhant a földre. A mikroszkóp alatt pulzáló és zöld, ami még inkább kiemeli földönkívüli eredetét. Ami viszont ennél ijesztőbb az az, hogy képes mutálódni és megváltoztatni a funkcióját, akár szintetikus anyagokat is lebont, így könnyen megszökik. Ettől szinte teljesen megállíthatatlan lesz, és komoly fenyegetés jelent az emberiség számára. It functions like an atomic reactor. An atomic blast could provide it with enough energy to grow into a gigantic super colony. Negyedik, a T-vírus. A kaptár. Rengeteg sci-fi horror alapja az a fajta vírus, ami zombivá teszi az áldozatait, de az évtizedek során nem veszített a varázsából. A kaptár Tyrant vírusa, azaz a T-vírus pedig egy kiemelkedően csúnya kórokozó. Eredetileg a bénító betegségek ellen lett kifejlesztve, viszont helyette megöli, majd élőhalottá teszi áldozatait, akik embereket esznek és vagy alakítanak át még durvább valamikké. Szintén nehezíti a helyzetet, hogy könnyen átadható és elkapható, terjedhet levegőben, illetve folyadékban. Mivel biofegyver, így természetesen apokaliptikus hatással is jár, elhozva a világ végét. Azon belül is egy 5 folytatásos, kitartó világ véget. There's a cure. The process can be reversed. There's a cure! You're gonna be okay! Harmadik, Dükor. 28 nappal később. Amikor filmes vírusokról van szó, abszolút igaz a mondás, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Danny Boyle posztapokaliptikus horrorjában egy csoport állatjogi aktivista kiszabadít pár csimpánzt. Azt viszont nem tudják, hogy a majmokat beoltották tudósok egy olyan szerrel, amitől kontrollálhatatlan lesz a dühük. Ez pedig vérrel és nyállal terjed, így hamar elkapják az emberek. Tulajdonképpen mindenki egymás ellen fordul, majd a társadalom egyszerűen összeomlik. Were you bitten? Did any of the blood get in your mouth? Amikor a főszereplő Jim, akit Cillian Murphy alakít, felébred a kórházban, London már romokban áll. Túlélő alig, csak dühös, gyors zombifélék. Második, Motaba. Vírus. Ez a film valós kutatáson alapul, ugyanis Wolfgang Peterson filmje azt járja körbe, hogy mi történik, ha egy vérzéses lázzal járó vírus kezdene el terjedni az USA-ban. George, you heard about this virus. Need we say more? Okay, we need all the bills of lading from ships arriving from Africa in the last 3 months. George! Shall I cough on you, George? No. Ez az ebola-szerű vírus, a Motaba, Zaire dzsungeléből származik és egy halálos lázat jelent, ami erdőtűzként terjed az emberek között. Először azt hiszik, hogy sikerült legyőzni, viszont az megérkezik Amerikába egy fertőzött majom miatt. A vírus hamar mutálódik és a levegőben kezd el terjedni. Motaba is only spread through direct human contact. Now you said that yourself, Sam. I know what I told you, but now I'm telling you we're facing a new strain. Innentől pedig szinte lehetetlen megállítani. Ami pedig még inkább ijesztő az, hogy mennyire gyorsan terjed és milyen valóságosak a tünetei. Meg persze, hogy a katonaság reakciója a vírusra egy fertőzött falu lebombázása lenne. Every infected person in Cedar Creek within a matter of hours will have their dosage, so you must abort the mission. This is urgent. Answer me. Mielőtt felfednénk első helyezettünket, következzen pár vígazdíjas. Something strange is happening to her. Haven't seen this before. The hell is it? Looks like some kind of lizard. How'd everybody get sick? Everybody's dead. We need to know where you got this disease. There's always hope. But there is no cure.
and ever was. We had prevailed here, not because of science, but through natural selection. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis harangombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. Első, a MEV 1. Fertőzés. Első helyzetünk Jóka került a lista elejére. Steven Soderbergh filmje egy halálos vírusról nem horror, nem thriller, hanem egy teljesen hihető, mi lett volna ha típusú film. I really need you to get off that bus. Listen, it's quite possible you've come in contact with an infectious disease and that you're highly contagious. Do you understand? Ritka, hogy egy film pozitív értékeléseket kap kritikusoktól, nézőktől és még a tudósoktól is. Ebben a filmben egyetlen jelenet sincs eltúlozva. A vírus egy denevérek és malacok által hordozott vírus kombinációjából fejlődött, és ez az influenza-szerű MEV egy olyan gyorsan terjed, hogy az orvosok nem is igazán tudnak semmit se tenni ellene időben. Right now, no one has found a good way to grow the virus in cells. Why is that? Because it kills every cell we put it in, a pig, chicken, everything. Until we can grow it and a great deal of it, we can't experiment with it, and until then we can't vaccinate against it. A film kegyetlen realizmusa részben a komoly kutatómunkából ered, ugyanis konzultáltak egészségügyi szakértőkkel és a WHO képviselőivel is. I can't even imagine all the civil suits people are going to file against you, and I have a pretty good imagination. And now you want to tell people not to get vaccinated when that's the best chance they've got. Ti ismertek még olyan filmeket, amiben valamilyen halálos vírus van? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!